újabb nagy összegű támogatást nyert a Nyíregyházi Egyetem. A Tudásfejlesztés és Hasznosítás című projekt idén május 1-én kezdődött, és 2020. január 31-ig tart. Ez idő alatt közel 100 oktató dolgozik azon, hogy javuljon a felsőoktatás minősége, hatékonysága és hozzáférhetősége, így piacképesebb diplomát tudnak átadni a hallgatóknak. Ez a 380 millió forint, ez lehetővé teszi azt, hogy nem csak a hallgatók, általában a hallgatókról szoktunk beszélni, hogy a tudásukat fejlesztjük tovább, hanem ebben az oktatóknak a tudásfejlesztése is benne van. Komplett, összetett rendszerről van szó, mert hogy egy Európai Uniós úgynevezett keretrendszerhez csatlakozunk, amelyek ugye a korábbi években már elkezdődtek, ehhez hozzá irányítottuk, hozzá alakítottuk a magyar képzési keretrendszert. Ezért át kell dolgozni azokat a dokumentumokat, amelyek alapvetően meghatározzák a képzést, vagyis hogy a hallgatóknak milyen képessége, tudása és felelősségvállalása legyen. Egy másik elvárás, hogy fejleszték az idegen nyelvű képzéseket is. Nem csak a diákok képességét javítják majd, hanem az oktatók tudását is szélesítik, hogy a külföldi hallgatókkal görülékenyebb legyen a kommunikáció, valamint egyszerűbb az oktatás. De más célja is van a több százmilliós projektnek. Arra is nagyon oda fogunk majd figyelni, hogy legyenek úgynevezett segítő kurzusok, amelyeket azok tudják fölvenni, akiket, hát hogy is mondjam, a lemorzsolódás, a lemaradásnak a szele megcsapott, és talán ezzel tudunk majd segíteni, hogy minél több hallgató bennmaradjon a rendszerben. Ez a folyamat már elkezdődött. Amíg néhány évvel ezelőtt a diplomák több mint 50%-a bent maradt a nyelvvizsgák hiánya miatt, addig a legutóbbi alkalommal már a dokumentumok több mint 60%-át ki tudták adni. A program másik kiemelt ága a távoktatás fejlesztése. Egyik részük elindult talonképpen, ugye szeptemberben, ha megnézzük, hogy a projekt ugye azért 33 hónapos, ugye többfél éven keresztül fogjuk ezeket csinálni, de a tulajdonképpen a szoktatás színvonalának a fejlesztése itt egy nagyon fontos cél, tehát itt digitális tananyagokat is csinálunk, digitális tankönyveket, az e-learning ugye nagyon fontos, egy új, hát viszonylag inkább azt mondom, hogy új, mert tényleg nem új távoktatási formát honosítjuk itt Nyíregyházán, ez az MOOC vagy MOOC, tehát a Massive Open Online kurzusoknak a ilyen kurzpontot szeretnénk létrehozni. Az intézmény 23 e-learning kurzust indít majd. A fejlesztés eredményeként 4 felsőoktatási szakképzés, 22 alapképzési szak, 2 disziplináris és 16 tanári mesterszak képzési programja újul meg, de a pályázathoz tartozik még 17 darab 30 órás továbbképzés is.